assassins rondement au blanc. Ils marcheront au milieu de la rue. Ils jetteront des bonbons aux enfants. Mais toi, mon fils, tu cracheras dessus. Veux-tu, veux-tu? La liberté est morte ce matin. C'était pas nous qui avions le fusil. J'ai arraché les roses du jardin, brûlé la ferme et pissé dans les puits. Adieu, petit. Aux olives, je reviendrai chez nous. Le ventre creux et du gris sur le joue. Sans manteau blanc, sans médaille et sans croix, je reviendrai d'où l'on ne revient pas. Ça durera le temps qu'il faudra. Je vais crever de peur et de froid. Espère en moi, tu seras content quand tu verras du rouille sur du blanc. Szóval, te is megalkuvónak tartasz, hm? Nem. Csak áldozatnak, akinek nincsenek választási lehetőségei. Aki olyan kényszerhelyzetben van, hogy nem tett más, mint amit tesz. Ez különben korunkbetegsége, nálunk éppen úgy, mint Amerikában. Csak itt mindenféle különcködéssel elhitetjük magunkkal, hogy van más lehetőségünk is. De nincs. Ismét ez a mindent megbocsátó kozmikus megértés. Na jó, hát akkor nézzünk szembe Mári kérdésével. Hogy maradhat meg valaki 15 év minden változásai közt úgy a helyén, hogy azért szembe tudja nézni saját magával? Ki vagyok én? Azt hiszed, hogy én nem tettem fel magamnak számtalanszor ezt a kérdést? Kaméleon? Karrierista megalkuvó? És nem csak rólam van szó, hanem mindazokról, akik velem együtt úgy kerültek vezető pozícióba, hogy még meg se száradt a diplomájukon a tinta. Nem vitás, hogy előlegbe kaptuk a rangot, érdemek nélkül. Na, de hát ki kaphatta volna másabban a légüres térben? Valóban janicsárok lettünk volna? Valóban csak az antiszelekció vetett felszínre valamennyiünket? Igaz. Volt, aki eltűnt, volt, aki megalkudott, volt, aki cinikusan félreállt. Igaz. És valamennyien görcsösen bizonygatjuk a bűntelenségünket, mint te is akarod. Ez bénítja minden mozdulatunkat, ezért elveszett nemzedék a miénk. Ha valaki nem tud szabadulni attól a kényszertől, hogy állandóan bizonyítson, akkor az elveszett, ez biztos. Igaz, tévedtünk. Támogattunk sok olyasmit, amit nem lett volna szabad még eltűrni sem. Na de ha ezt megbocsáthatatlan bűnnek tartjuk, akkor csak újabb bűnök alapjait vetjük meg. Ha akár így utólag is a tévedhetetlenséget, a csalhatatlanságot kérjük számon magunktól, hát akkor lemondunk a tévedések jogáról is. És éppen ez okozta a bűnöket. Uram, ön eretnek? Csak a vallásoknak vannak eretnekeik. Azért mondom. Én nem azt bánom, hogy hittem a szentekben, amíg egyáltalán el tudtam képzelni a szentek létezésének a lehetőségét. Nekem ezért nem okoz megrendülés Sztálin lerepleződése. Én normális emberi jelenségnek tartom, hogy valaki korlátlan hatalom birtokában így viselkedik. Ha nem ezt tenné, azonnal csodálatos. Az ellenőrizhetetlen hatalom az okvetlenül torzulásokhoz vezet. Nem hinném, hogy otthon nagyon népszerű lenne ez a gondolatmeneted. No, ne hidd. A kínaiak sokak szemét kinyitották. Ezért a tanúságért fölösleges Kínába menni. De a kínaiakról könnyebb kimondani. Mais en voyant les actualités, l'enthousiasme pour Mao paraît très sincère. On ne peut tout de même pas pousser des millions de gens dans les rues, voyons. Ezt mi is átéltük, korlátlan bizalom mámorát. Képzelje csak el, ha valaki 25 éven keresztül harcolnak valamiért, és győznek, akkor azok történelmi arányú igazolással lépnek elő a semmiből, és a tömegek szemében nem az eszmék igazolódnak, hanem az emberek. Hát csoda, a vallásos imádat. Mais Pierre m'a dit que Raik était très populaire. Comment pouvait-on penser la capacité d'un homme aussi sympathique? Talán mert átéltük az erőszak jogos alkalmazását is. Emlékszem, 47-ben, hát Péter talán említette is, hogy mesélte. 47-ben egyszer elfoglaltuk egy csepeli gyáros villáját kollégiumnak. Nekem kellett tárgyalnom a tulajdonossal, nagyon művelt, rokon szemves ember volt. Bármilyen más körülmények között barátságosan elbeszélgettünk volna. De nekem mindig arra kellett gondolnom, hogy annak a 60 szegény diáknak, annak lakásra van szüksége, nincs helye szimpátiának. Ma is az a meggyőződésem, hogy jogosan foglaltuk el azt a villát. Pierre a raconté beaucoup de choses sur vous. Et je dois dire que son attachement pour vous me paraissait étrange. Mais maintenant, je comprends. Tudja, elég nehéz innen megérteni. Miért?